A mai vlog az egy picikét ilyen szerelős irány vonalúra sikeredett, hogyha nem vagytok ennyire technikailag ennyi nagyon kíváncsiak, akkor szerintem ez a mai vlog az nem biztos, hogy nektek való. De ha kíváncsiak vagytok, hogy kell lecserélni egy... Megjött a pizza. Nem csak pizza. Ezt a csomagot akkor rendeltem, mielőtt elmentünk, kb. Egy héttel előtte, mielőtt elmentünk Békés-Szentandrásra hosszú hétvégézni. És az a helyzet, hogy pont péntek délután, olyan 2 óra környékén érkezett meg, és mi már péntek 10 órakor már el voltunk utazva, úgyhogy pont úgymond elkerültük egymást, pedig nagyon nagy szükségét vettem volna ennek a doboznak a tartalmára. Ami mindjárt kiderül, hogy mi is lehet az. Mi is lehet az? Értelmes mondat volt az egyáltalán? Szóval, a történet ott kezdődik. Megmutatom. Szóval van nekem ez a kis Apple MacBook Pro-m. És van itt egy kis horpadás. Nem tudom, hogy ez mennyire látszik, vagy mennyire nem. Talán így látszik a legjobban. Itt egy a pici horpadás, ott. És ez a pici horpadás valamikor, már nem is emlékszem rá, hogy mikor keletkezett, és ilyen szép dolgot csinált a kijelzővel, ami már mostanában így néz ki. Még a vlog legelején mutattam nektek, hogy betört a kijelző. Ilyen picike volt, mint ez a kis fekete folt. Azóta így néz ki. Tulajdonképpen nem történt más, mint hogy kiégtek ezek a diódák az LCD kijelzőből. Azt mondom, hogy az LCD kijelző. Nem vagyok benne 100%-osan biztos. A lényeg az, hogy kutakodtam, szétnéztem eBay-en, és sikerült rendeljek hozzá egy vadonatúj kijelzőt. Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a most következő műsor rész azt ne csináljátok otthon. Máshol se csináljátok, nem csak otthon, hanem úgy unblock. Ne kezdjetek el neki ennek, amire én most készülök. Az iCenterben, meg a hivatalos Apple márka kereskedésben biztos, hogy tépni fogják így a hajukat, hogy úristen, mit csinál ez? Na jó, kezdjünk bele. Ja, nem mondtam még, hogy ki fogom cserélni a kijelzőt? Wow, milyen hosszú a kezem. Amúgy nem, ez csak a kamera lencsének a torzítása. Szóval igen, ki fogom cserélni ezt a kijelzőt, ezt. Kompletten, nem csak azt a kijelzőt, erre a vadonatúj kijelzőre, ami per pillanat így néz ki, még szép, meleg, be van csomagolva, és arra vár, hogy felkerüljön méltó helyére. Elmondom dióhéjban, hogy mit is kell csinálnunk pontosan. Szóval, igazából ezt az egész részt, amit így hajlik, ezt meg kell fogni, le kell szerelni, ki kell dobni a kukába, és fogni az ujjat, és az ujjat feltenni. Ennyi az egész. Egyébként igen, tényleg csak ennyi az egész, de több lépést igényel ez a maga a folyamat. És nem mondanám, hogy elég kényes, mert igazából ettől sokkal, de sokkal nehezebb dolgok is vannak az életben. Viszont vigyázni kell, mert ugye ezek a kábelek, ezek nagyon sérülékenyek. És egyébként meg lehetett volna ettől sokkal macerásabban is oldani, és olcsóbban is talán, amikor is nem az egész fém kijelzőt rendeli meg az ember, hanem magát csak ezt a fekete LCD kijelzőt, viszont akkor itt melegíteni kell, le kell venni ezeket a dolgokat, szóval sokkal, de sokkal macerásabb, és a végeredmény nem biztos, hogy olyan lesz, amilyet szeretnénk. Így hát ez volt a legrövidebb és leggyorsabb módja annak, hogyha az ember vesz kompletten egy ilyen kijelzőt, és ezt szereli rá. Egyébként meglepődve, nem tudom, hogy ez egy feljavított valami, de állítólag ez vadonatúj. Látszik is, hogy rajta van még ez a fólia. Elméletileg azt írták, hogy vadonatúj, de pillanatok múlva kiderül, hogy hogyan is néz ki ez az egész folyamat, és hogy működik-e
majd ez a kis kijelző. Egyik legfontosabb dolog az, hogy az embernek legyen normális szerszáma ehhez a magához, ehhez az egész folyamathoz. Ez egy iFixit-től rendeltem még annó, nem tudom mikor, elég rég. Ebben tulajdonképpen benne van az összes olyan kis csavarhúzó fej, ami az ilyen elektronikához szükséges. Kifejezetten Apple termékekhez is tökéletesen tudom ajánlani. A legelső dolgunk az, hogy ezeket a picike kis csavarokat innen a MacBooknak az aljáról kiszedegetjük. De vigyázzunk, hogy egyetlen egyet sem hagyjunk el belőlük, mert amint kicsavarozod őket, ezek a kis picike kis csavarok, ezek önálló életet kezdenek el élni, és általában, ha leesnek a földre, akkor soha a büdös életben nem fogod többé megtalálni. Nem tudom, hogy átlépnek egy másik dimenzióba, vagy nem tudom, hogy mi történik, de mindig el szokott tűnni. Oké, meg vagyok a kicsavarozással elméletileg. Lehet, hogy szükséged lesz egy ilyen kis műanyag pöcökre, kis feszítőkére, mert ennek a, majd mindjárt megmutatom, ez egy picit oda van ragadva. Oké, ügyes voltam, most az összes csavart rakhatom vissza. Miután megszabadultunk az alsó takaró lemezkétől, akkor a következő lépés az az, hogy kivesszük az akkumulátort. Ehhez három darab csavart kell eltávolítsunk. Ez a harmadik csavar az eléggé el van bújtatva. Itt rejtőzik ez alatt a kis figyelemfelkeltő címke alatt. Ezt el kell távolítanunk innen. Ez maga a kábel, ami iszonyatosan érzékeny és törékeny. Ez csatlakozik ugye az alaplapba bele. Elméletileg kicsavaroztuk a kijelzőnek a szerkezetét, most már egyszerű a dolgunk, csak ki kell emelni és az újat belerakni. Frankó, vadonatúj kijelző, és működik. Hát fiúk, lányok, egy kijelzőcserét láthattatok MacBook Pro-n, 2010-es MacBook Pro-n. Ennyi volt a mai vlog. Találkozunk holnap. Sziasztok!